Na, sziasztok! Megkezdjük a téliesítést, már a banánoknál fogok foglalkozni. Kiszedjük és beültetjük a banánokat, és mennek a téli helyükre. Kánákat már kiszedtem. Azokat éppen leszállítom, a színes kánák maradtak egyenlőre itt. Azok lesznek még kiszedve és felcímkézve. Az angyaltrombiták még maradnak, ameddig csak lehet. Úgyhogy ma a banánok kerülnek terítékre. Eléggé szeles az időjárás. Kicsit megtévkedte a banánokat is, amint látszik. De ezek kerülnek ki, illetve a színes kánák először. Ez egy tavalyi sarj, musabasó. Igen, szépen megnőtt. Ott középen egy maurelli. És a kánák közepette először azokat kell leszednem. Kiszedem a kánákat, utána mennek a banánok. Menjünk be közéjük. Ott már lehet látni. Ennek valami baja van, ugyanis a közepe az folyton kirohadt. Tehát őt mellőzzük, de itt mellette van egy sarj. Ez egy idei, ez teljesen idén hajtott sarj mellette. Kiszedésre kerültek a magra ültetett színes kánák is. Ezek magkánák voltak. Magra ültettem idén őket. Lehet látni, hogy milyen szép gyöktörzseket fejlesztettek annak ellenére, hogy ők magról vannak ültetve. Mindjárt megmutatok egyet. Kicsit sáros, nem annyira lehet látni, de gyöktörzsek azok vannak, ezek a legutoljára ültetettek, és mégis szép nagy gyöktörzsekkel rendelkeznek. Ezeket most földbe fogjuk teleltetni, hogy ne száradjanak ki, mert tavaly tönkre mentek. Ha összekiássuk a kánákat, kétféle tárolási módszer lehetséges. Az egyik, hogy rekeszekbe felhalmozzuk a gyöktörzseket, itt látható. Ezek a hagyományos kánák. A színes kánák, amelyek ugye kisebb hagymákat hajtanak, ezeket kétféleképpen tárolhatjuk, vagy így a rekeszekbe, vagy pedig cserepekbe rakva, és a cserepeket, magukat földdel megtöltve, itt vannak benne a kánák. Ajánlom nektek, hogy szedjetek mindenhol kánamagot, és ezeket a kánamagokat próbáljátok meg elültetni, nekem is arról lettek az előbb megmutatott kánák. Lehet látni, hogy mennyi van a maurelli banán alatt is. És ha körbe megyünk, akkor még itt van ám bent másfajta banán is, egy Red Tiger. Itt lent van egy Red Tiger banán. Szép piros csíkok vannak rajta, arról lehet megismerni. Vannak rajta ilyen piros csíkok, de sajnos ezek a piros csíkok az idősödésével eltűnnek. Maurelli banánom igen idén szépet nőtt. Majd kíváncsi vagyok rá. És még egy fajta banán van. Itt van. Ez pedig a láziókarpa. Musella láziókarpa. Sok gyerekkel. Sok-sok gyerkőce ott figyel a Musella láziókarpa. Ez a banán nem nő túl nagyra. Ez a maximális mérete. Lehet látni, hogy mennyivel kisebb a többinél. És rengeteg sarjat hoz. Az utolsó felvétel 2020. október 31-én a banánosból. Na, álljunk neki a rombolásnak. Kána mentesítettem a kertet. A telelő növényeim itt találhatók, ezek lassan mennek le a telelőbe. Csak milyen sok eső esett, így várom, hogy száradjanak egy kicsit. És akkor mennek le a telelőbe a növények. Na, így néz ki a horror közepén. Kána mentes övezet, csak a banánok találhatók benne. Ez a láziókarpa banán is hamarosan kijön. Hát az angyaltrombiták vannak a másik oldalon.
baránok, és angyal trombiták. Semmi más nincs kinn a kertben már, illetve a leanderek még. A holnapi napon a banánok kiszedésével folytatom. Megpróbálom őket holnap átrakni a téli edényeikbe. Még nem hordom le, de már a téli edényekbe kerülnek. Levagdosom a leveleiket, és bekerülnek a téli edényekbe. Az utolsó banános videóval köszönöm meg, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, majd további kertes tartalmakat készítsek. További szép napot!